Mi az a ganadermás fehér kávé, és kinek való ez a ganadermás fehér kávé? És eleve a ganadermás kávé annak való, aki nem szeretne kapszulát nyeldesni, viszont szeretne valamit az egészségért tenni, hát akkor lecseréli a hagyományos kávéját ganadermásra. Így néz ki a tasak. Hát ez nem egy szép tasak, de a DXN arról híres, hogy nem a csomagolásra teszi a hangsúlyt, hanem arra, ami benne van. És nem is biztos, hogy föl lehetne ezt tépni. Van egy ilyen kétnapos intenzív tanfolyam, ahol meg lehet tanulni, hogy hogy kell a DXN-es tasakokat feltépni, de én még nem végeztem el, úgyhogy én ollót használok. És nézd meg, egyrészt ennek a mennyisége is több, tehát érdemes egy nagyobb kávés bögrét hozzá használni. Másrészt viszont, ugye több benne a növényi tejpor, azért nevezik fehérnek, ez egy teljesen normális kávéból van. És az, amit látsz, ez a hab, ez olyan hab, amely igaziból ennek a kávénak van. Biztosan hallottad már, hogy az ilyen élelmiszer fotózásoknál az nem igazi sörhab, hanem ultra, meg nem igazi kávéhab, hanem mit tudom én, milyen vegyi anyag, hogy az úgy habozzon. Én nem használok ilyeneket, mert én ezt meg akarom inni, szóval én erre nem rakok ultrát. Amit a fehér kávéról tudni kell, hogy ez nem arabika kávéból van, hanem robusztából. Ugyanis a világon, amióta az arabika kávéval ez a gond van, biztos hallottad már, hogy csökken is az állomány, meg a minősége is romlik, gyengülnek az egyedek, egyre inkább érzékenyek a betegségekre, és a világ rákényszerülve fölfedezte a robusztát is, és rájöttek arra, hogy ha a robusztának megadod azt az ápolást, meg a pörkölésnél extrán odafigyelsz, akkor a robusztából is nagyon finom kávét lehet csinálni, és bevezették ezt a fine robusta standardet, amihez igazodnak azok, akik robusta kávét pörkölnek és árulnak. Én azért szeretem ezt a kávét, mert én ettől sokkal inkább felébredek. Tehát én, ha ebből a kávéból iszok, egyrészt nagyon finom, édes, habos, másrészt meg én tovább ébren maradok. Úgyhogy ezt a kávét annak ajánlom, aki szereti az édes, habos, kényeztetős kávét, és egyébként azért iszik kávét, hogy ébren maradjon, és nem azért, hogy valamit igyon. Jó egészséget!